A Kossuth Zsuzsa középiskola sportcsarnoka megtelt vidám gyermeki zsibongással. A Vitézi Rend Egri székkapitánysága rendhagyó Mikulás ünnepén felhívták a figyelmet a mozgás fontosságára és a sport szeretetére is, hiszen az egészséges életmódot játékosan lehet a legkisebb korosztállyal megismertetni. A pingpong lehetőséget adott erre. A helyi asztali tenisz csapat vezetőedzőjétől megkérdeztük, hogy mennyire lehet a legifjabb korosztályt bevonni a sportágba. Lényegesen nehezebben, mint akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt, de jelenleg is van egy óvodás csoportunk, akikkel foglalkozunk, illetve van egy kezdőcsoportunk is, akik 10 évesek vagy 10 év alattiak, tehát be lehet őket vonni, de nehezebb, mint pár évvel vagy akár egy-két évtizeddel ezelőtt. A rendhagyó ünnepségre több intézményből is érkeztek gyerekek. Részt vett az eseményen a Jó Pásztor óvoda, a Gyermekvédelmi Központ befogadó otthona, valamint a Szent Anna Autista Intézet is. Mikulás ünnepség keretében, ahol az ajándékozás öröme is megvan, a sportot is be tudjuk mutatni, a sport szeretetést és a testnevelést. Emellett játék, a Moszkvics versenyek és szórakozást biztosítunk a gyerekeknek egy egész délutáni program keretében. A rendezvényen természetesen megjelent a valódi télapó is. Szent Miklós személyét Buda Péter atya elevenítette meg, ezzel is rávilágítva a fehér szakálú egyházi történetére. A Mikulás a gyermekekhez telizsákkal érkezett, így mindenkinek jutott ajándék.